Egy nagy vadvirágos réten, kerekerdő közepében élt vidám a mama és tizenhárom kis porontja, mint hosszúfülű, pamacsfarkú, fürgelábú nyuszika volt, akik egész nap csak kergetőztek és ugrándoztak a fűben. Akadt azonban egy közöttük, akinek futkározás közben újra meg újra összeakadtak a tappancsai, mire nagyokat bucskázott. A kis nyuszi eleinte még egyből felpattant és játszott tovább a többiekkel, mintha mi se történt volna. A sokadik esése után azonban elszontyolodott, és csak ült a fülét lógatva. Nyuszi mama, aki mindig is óvó figyelemmel követte csemetéje bugdácsolását és várta, hogy magától megügyesedjen, most már úgy érezte, itt az ideje segítséget kérni. Szerencsére a tappancs tudós mackó pont a közelben lakott. Csak hogy a kis nyuszi még sosem járt ennél a doktorbácsinál, és egy kicsit borzongott attól, vajon mi vár rá a rendelőben. Nem szeretett volna szurit kapni, se a száját nagyra nyitni, hogy aztán a nyelvecskéjét spatulával nyomják le. Brrr. Nyuszi mama megnyugtatta, hogy ilyesmiről szó sincsen, hiszen a tappancsát biztos nem a száján keresztül vizsgálják meg. Ezen a gondolaton a nyulacska akkor átkacagott, hogy még egy bukfencet is vetett. Majd miután alaposan kinevette magát, összeszedte minden bátorságát, és elindultak a doktor bácsihoz. Mackó doktor egy nagy barlangban lakott, a rendelője pedig pont mellette volt egy biztonságos, mohával fedett sziklaóduban. Csak meg kellett rázni az ajtó mellé függesztett száraz tobozokból készült csengőt, és már hallani is lehetett mackó doktor vízhangzó, de barátságos lépteit. A kis nyuszi megszeppenve lépett a rendelőbe, de mackó doktor is megnyugtatta a felől, hogy itt csak a lábikóját nézik meg, na meg azt, hogy milyen ügyesen mozog. Bár a kis nyuszi mostanában kicsit ügyetlenebb volt, azért az ugrándozás mégsem rémítette meg. Ráadásul a szeme sarkából apró bábokat vett észre, pont olyanokat, amik a Nyuszioviban is a kedvencei voltak. Ők az én segítőim, magyarázta Mackó doktor, akik emlékeznek minden kis állatra, aki itt járt. Bár nappal pont olyanok, mintha csak bábok lennének, azonban ha igyekvő állatkával találkoznak, éjszakára megelevenednek. Mit gondolsz? te is életre tudod majd kelteni őket. Hát persze, válaszolta bátran a kis nyuszi. Neki is kezdett volna a feladatoknak, ám ekkor kiderült, hogy előbb le kell vennie a nadrágját és a cipellőjét. Ez viszont már nem tetszett neki. Először is, ha valamit le kell venni, abba később vissza is kell bújnia. Már pedig ez igen hosszadalmas és fárasztó tevékenység. Másfelől, ugyan miért is kell levetkőznie, csak nem fognak mégis szurit szúrni a lábába. Mackó doktor ismét megnyugtatta és elmondta, hogy azért kell a cipőt és a nadrágot levenni, hogy láthassa a nyuszi tappancsát, és így gondosabban szemügyre vehesse járás közben. Mivel a nyuszi egy picit még mindig óckodott, elővették Brumit, a kis nyuszi plüsmaciát. Mackó doktor pedig rajta mutatta meg, hogy mit is fog pontosan csinálni. Például finoman rá fog ütni a nyuszi térdére, ami bár fájni nem fog, de egy kicsit megrándul majd tőle a lába. A kis nyuszi ezt nagyon mókásnak tartotta, és hitte is, meg nem is. Neki ugyan nem rángatózik csak úgy a lába. Vagy mégis? Annyira kíváncsi lett, hogy azon kapta magát, hogy már le is rúgta a nyúlcipőit. Még ki sem kötötte őket. De szerencsére nyuszi mama most nem szólt rá emiatt ezután már a nadrágját is egyedül vette le. Nagy ámulatára kiderült, hogy ha finoman megkocogtatják a térdét, attól valóban rándul egyet a lába, mintha csak a levegőbe rúgna egy kicsit. Ezen nagyot kacagott. Majd végre megmutathatta, milyen szépen járkál és ugrál. Az egyik feladat az volt, hogy vigyen egy szál virágot az anyukájának. A kis nyuszinak ez nagyon tetszett, mert pont pár napja szedtek kankalint a testvérkéivel a mamájuknak. Most azonban figyelmesebb volt, mint a mezőn. Szeleburdi ugrándozás helyett peckesen lépdelt végig a szobán. Aztán mindenféle vicces járások következtek. Lábújhegyen tipegés, tyúklépés, befelé fordított tappancson lépdelés. A nyulacska pedig szinte elszomorodott, amikor kiderült, hogy nincs több feladat, és véget ért a vizsgálat. Szerencsére a doktor bácsi még elbeszélgetett nyuszi mamával, így jutott idő egy kis játékra is. A kis nyuszi elképzelte, mi mindent csinálnak majd a bábok éjszaka. Ezt látva, Mackó doktor sokat mondóan rákacsintott, majd hozzá is szólt néhány szót. Először is alaposan megdicsérte, miért olyan ügyesen megcsinált mindent, amit kért tőle, aztán pedig mutatott pár feladatot, amiket otthon gyakorolhat majd. Azt is megígérte, hogy ha elég szorgalmas, hamarosan bukdácsolást nélkül szök el majd ő is a testvéreivel. A kisnyuszi hallgatott a doktorra, és minden nap szorgosan gyakorolt. Így mire visszamentek a rendelőbe, már egészen sokat ügyesedett. Még a fűzőjét is kikötöttem, mielőtt levette volna a cipellőjét. Kapott is bőven dicséretet. Amikor pedig indulóban voltak, Mackó doktor mosolyogva búcsúzott tőle. Úgy sejtem, a kisbábok mai éjszaka is jót játszanak majd.